mindenki élete valamilyen tempóban telik, és itt mindig érdemes megnézni azt, hogy azt a dolgot, amit el szeretnénk érni, miért lassan érjük el, vagy miért később érjük el, mint elsőre gondoljuk. Tehát ilyenkor mindig az van, hogy meg kell találni, hogy mivel gátoljuk magunkat, hogy elérjük azt a célt, mivel gátoljuk magunkat, hogy egyáltalán a saját életünk folyamán a politikával, hogy azt mondjuk, hogy a politikusok ezt meg ezt tették, vagy a kormány ezt meg ezt mondta, vagy az adóhivatal ilyen és ilyen rendelkezéseket vezetett be, vagy az étkezéssel, hogy nem tudok úgy étkezni, mert, vagy arra vagyok allergiás, hogy, vagy nem tudok ahhoz az élelemhez hozzájutni, vagy a pénzzel, hogy most nincs elég pénzem arra, mert. Tehát mindig találunk valamit érdekes módon, hogy megmagyarázzuk azt, hogy egy dolgot miért nem tudunk, vagy miért nem akarunk igazából elérni. Tehát, hogy vegyük észre azt, ha direkt gátoljuk saját magunkat, mert sajnos legtöbb ember ezt teszi, hát valamilyen módon direkt gátoljuk magunkat, hogy egy adott dolgot ne tudjunk elérni. Valakinek egész egyszerűen olyan családi programok futnak, hogy az ő családjukban mindenki valamilyen szempontból problémás volt, akkor ő is ugyanazt a sportot űzi, ő is ugyanezt a problémát viszi tovább, és még adja tovább az unokáinak is, ha meg nem oldja. Tehát keressük meg, hogy mivel gátoljuk magunkat, és iktassuk ki azt a problémát, és oldjuk meg, és akkor tudunk igazán tovább lépni, akkor tudunk igazán nagyot változtatni a saját életünkön.